Több a Karmelitánál tüntető diákot beidéztek a héten a rendőrségre, tudta meg a telex.hu. A fiatalok még május 3-án vonultak fel az oktatás helyzetének javításáért a városban. A Karmelitánál a rohamrendőrök megállították a tüntetőket. Néhányan kordont bontottak, ekkor alakult ki dulakodás, a rendőrök könnygázt is bevetettek. Emiatt hallgatják most sorra a résztvevő diákokat. 10-25 főről lehet szó, akik ellen maszkviselés, hivatalos személy elleni erőszak és garázdaság, illetve rongálás miatt indult eljárás. A TASZ több fiatal jogi képviselést is elvállalta. Nyilván azoknak a diákoknak, akik fiataloknak, meg a szüleiknek, akik ott voltak, ennek súlyos következményei lehetnek sok szempontból. Nyilván megijedtek, megdöbbentek, stb. De olyan szempontból még lehet, hogy nem is árt az ügyüknek, hogy most az újra előtérbe került, hogy azt hangsúlyozták ezen a héten a sajtótájékoztatón, hogy nagyon-nagyon komoly tiltakozásokat, megmozdulásokat akarnak szervezni. Egyrésztről országszerte építkeznek, másrésztről szeptember 1-én lesz egy tanévnyitó a Kossuth téren, 15-én pedig egy parlament előtti tüntetés, amire már szokás szerint az elmúlt időszakhoz hasonlóan azokat is várják, akiket nem kifejezetten az oktatás ügye háborít fel, hanem mondjuk az akkumulátorgyárak ellen tiltakozók is. Most érzem, ahogy ezt így végigmondtam, hogyha ezt nem tudom, mondjuk 2 éve mondtam volna, akkor mindenki így felkapta volna a fejét ellenzékében, hogy hú, mi lesz, most meg már lehet, hogy sokan így, jó, oké. Okay. Nem tudom, lesz tisztességes, de mire lehet számítani, nem van-e tudom, értelme? Hogy mi lesz, de az, hogy múlt héten azt mondtam a miniszternek, hogy üstökön ragadtuk az inflációt, most üstökön ragadták az oktatási problémákat, tehát beidéznek gyerekeket a néhány hónappal ezelőtti tiltakozásuk miatt. Én szerintem a társadalmi problémák a jövő zálogának számító oktatásnak a megoldása az nem lehet kriminalisztikai eszközökkel. Tehát itt arról van szó, hogy beviszi egy olyan térbe a kormányzat ezt a problémát, ami egyszerűen csak egy ilyen kis tiltakozás, aminek vannak ugye látványos elemei, és akkor ezeket a gyerekeket meghurcoljuk, a tanárokat meghurcoljuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen belügyminisztérium fennhatóság alatt van, tehát tulajdonképpen ez egy adekvátnak látszó megoldás, de hát ezzel mennyit megyünk előre, sem ennyit, hátrébb megyünk. Én azt gondolom, hogy végre valahára el kéne kezdeni egyszer foglalkozni az oktatással, már csak annak okán is, mert nem sokára nem lesznek tanárok, nyugdíjba mennek, nyugdíjasokat nem fogják tudni visszafoglalkozni, nem akarnak, béremelés nem lesz, mert az ármánykodó ellenzék ugye megakadályozza Brüsszelben, és sorolhatnám ezt a sok blödséget, tehát amit mondanak, én azt gondolom, hogy ezzel végre valahogy kellene venni egy levegőt, itt szokták ezt mondani, venni egy nagy levegőt, és elkezdeni megoldani ezt a problémát. Az őszi dolgok, hogy összeállnak-e, ezt már annyiszor találgattuk és mondogattuk, már az oktatási tüntetések kapcsán is, ugye, hogy először csak mentek a tanárok, utána jöttek a diákok, akik segítették a tanárokat, akkor megjelentek a bizonyos szülői platformok, és akkor az látszott, hogy ez valahogy együvé rendeződik, és ennek van valami fajta ereje, és akkor kiderült, hogy olyan nagyon nagy ereje nincsen, mert a kormány átvitte a státusztörvényt, tehát nem lehet ezzel. Viszont azt mondom, hogy minden olyan tiltakozás, ami létező társadalmi problémákra rezonál, azzal a kormánynak előbb-utóbb foglalkoznia kell, tehát ilyen szempontból ezek hasznosak. Hát én meg azt gondolom, hogy ezt a pár gyereket, ezt most azért kezdték el macerálni, hogy próbálják befolyásolni a többieket, hogy nem kell itt nagyon ugrabugrálni szeptembertől. Egyrészt, másrészt meg nekem lesújtó a véleményem azzal kapcsolatban, hogy nem sikerült a tanárokból kicsiholni azt a szolidaritást, hogy összeálljanak, tehát ez nem egy általános mozgalom volt, a diákok megpróbálták a tanároknak az érdekeit képviselni, de ez egyébként egy nonsens. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy mindjárt önmagamat cáfoljam, hogy nem várható el sem a tanároktól, sem az egészségügyben a szakdolgozóktól, sem a betegektől, akik nyomorultul nem kapják meg azt a szolgáltatást, ami megilletné őket a 21. században. Tehát, hogy nem lehet ezektől elvárni, hogy rázzák az öklüket a parlament előtt, és kaparják ki maguknak a gesztenyét, vagy verjék ki a kormányzatból azt, ami őket megilleti a 21. században. Ezek az emberek másra lettek nevelve, más az ő
küldetésük, és nem lehet tőlük elvárni, hogy akkor keményen álljanak össze. Igen, viszont pont ezért az első mondatod, hogy a gyerekekhez azért nyúlnak most hozzá, hogy a többiek azért óvatosan mozogjanak. Mert nem szeretik a kellemetlenséget. Ezt értem, de pont ez a generáció meg az, aki ha azt mondják neki, hogy ezt ne csináld, akkor azt fogja, hogy csak azért is. Tehát ez nem lehet kontraproduktív? Ja, de biztosan kontraproduktív, abszolút kontraproduktív, mert egyébként mindaz, ami az iskolákban történik, függetlenül nem csak a lázadás letörésével, úgy látszik, nem akarják, hogy ezt elmondjam, de végig fogom mondani, bocsánat, tehát, hogy tehát a diákok, azok nem lesztek ettől lecsillapítva, meg a diákok látják azt, hogy nekik nem jó az iskolában, mert megélik azt, hogy túl sok a lukas óra. Nem ez a lényege szerintem annak, amit én mondani akarok, hogy őket megpróbálják megfélemlíteni, mert azért egy csomó józan szülő köztük, például gyáván én is, ha nekem most lenne itt pofán vert gyerekem, akit még be is idéznek, azt mondanám, hogy ezt hagyjuk abba, mert hát ha nem Amszterdamban mész egyetemre, mert nem tudom kifizetni, hanem itt. Ezt egy anekdota jellegű, de megtörtént eset, tehát végig erre hajaz nekem. Én akkor kezdtem a gimnáziumot 1972-ben, és 73. március 15-én volt egy kerekévfordulós, az akkori időszakban az egyetlen diákok a márciusi ifjakon felbújdulva kimentek, és nem is, még tüntetésnek sem merném nevezni, egyáltalán elhangzott néhány az akkori kommunista rendszert bíráló megjegyzés. És hát én egy polgári, akkor az időben inkább liberálisnak mondható gimnáziumba jártam, úgyhogy onnan sokan voltak. Nem, mi még kicsik voltunk elsősök, de a negyedikesek közül. És mi nagyon-nagyon jól emlékszem ott az iskolán belül, hogy azok, akiktől elvették a személyigazolványt, beidézték, hogy azoknak az érettségiük bizonytalanná vált. Tehát amit a Kati mondott az előbb, igen, a szülők megrettentek. És tudom, most erre az lesz a válasz, hogy az egy önkényuralmi rendszer volt ellenben a mi mostani fantasztikus, demokratikus berendezkedésünkkel. Hát azért nekem a párhuzam lejött. Uh-huh. Én sok fiatallal találkozom különböző okok miatt. Az egyetemistáknál erős a kritika a fennálló viszonyunkat tekintve, de nem érzek elkötelezettséget, hogy kiálljanak. Egyszerűen azért, mert van opciójuk, el tudnak menni. Ezek a fiatalok, ugye a gimnazisták, ez a generáció talán még nem gondolkozik ebbe a voice exit submission, ahogy mondta egy amerikai társadalomtudós, hogy vagy hangot adsz, ami nem tetszik, vagy exit elmész, vagy submission, aláveted magadat. Tehát ők még nem gondolkoznak az elmenetelben talán, és ezért gondolom, hogy igen, ősszel ez a korosztály, ez folytatni fogja, mert a probléma nem múlt el, és őket nem lehet valószínűleg megfélemlíteni azzal, sőt, inkább kontraproduktív. A egyetemistáink kalkulatívak már. Tehát ők tudják, hogy nagyon... Ilyen diplomatikus kifejezés volt, kalkulatívak. Nagyon megszorongatják, akkor ő el tud menni, tudja, hogy hova. Igen. Tehát tudja, hogy el tud menni, és már ezen dolgozik is. És azt nem szokott lázadozni, és aki kimegy Londonba, az nem tud részt venni ugyan a magyar választáson, bizonyos technikai okok miatt, stb. Tehát részt tud, csak sokat kell utazni. Szóval nagyon, én is azt gondolom, hogy ez az oktatás ügye az ősszel nem tud csöndbe lemenni, és hogy a rendőri figyelmeztetés a segít, nem tudom. Már az önmagában most elgondolkoztam, hogy a magyar oktatás ugye a belügyminiszter alá tartozik, egy kicsit olyan, mint a Prigozsin és az orosz állami vezető. Ezt meg kell magyarázni kifele, ez magától nem értetődik. Na, azért kell most gyorsan abba hagynunk, hogy a reklám után még jusson időnk Pesti László kijelentéseire, amik ugye azért nagyon érdekes kritikák a NER-re nézve, mert hogy a NER-en belül jönnek, bár ő ezt kijavítaná, mert szerinte a NER már teljesen mást jelent, mint mondjuk 10 éve, mert most már szerinte csak nagyjából 12 embert jelent, akik köztörvényes bűncselekményeket követnek el. Ezzel jövünk vissza.